Komoly nevet szerzett magának a spanyol fővárosban az Atletico Madrid játékosa Kevin Gameiro. És itt lesz az egyik leggólerősebb játékos, a Monaco csapatkapitánya Radamel Falcao. Hamarosan a Monaco csillaga Radamel Falcao mesél nekünk pályafutásáról. Maradjanak velünk! Gyerekkori álmom volt játszani a BL-ben, és egyszer megnyerni ezt a sorozatot. Még hosszú út van előttünk, majd meglátjuk, hogy mi lesz. A francia támadó Kevin Gameiro vágya, hogy megnyerje a bajnokok ligáját, a spanyol fővárosba az Atletico Madridhoz csábította. Gameiro karrierje a Strasbourgnál kezdődött, ahol első góljait szerezte 2005-ben az UEFA kupában a Crvena Zvezda ellen. 2011-ben a Paris Saint-Germainhez igazolt, ahol először kóstolt bele a bajnokok ligájába. Sokat tanultam, nagyszerű játékosokkal játszhattam együtt, tényleg a legjobbaktól tanulhattam, de nem volt mindig könnyű. Nehéz időszakaim is voltak, amikor nem játszottam rendszeresen, ám ez erősebbé tett, főleg mentálisan, ami azóta is csak segítette a karrierem során. ...2013-ban Gameiro Franciaországból Spanyolországba költözött, méghozzá Sevillához, ahol 67 gólt szerzett, és a zsinórban háromszor Európa Liga győztes csapat egyik kiemelkedő csillaga volt. Nagyon sokat tanultam Unai Emery-től, aki hihetetlenül kemény munkára fogott, és segített abban, hogy türelmesebbé válja. Minden meccsen játszani akartam, de ő ezt a hozzáállásomat megváltoztatta. Nagyon jó tanulólecke volt. Ez volt az első tapasztalatom a külföldi futballból, úgyhogy nehéz volt, de hihetetlen emlékeim vannak azokból az időkből, a klubról és a szurkolókról. 3 éven belül háromszor megnyerni az Európa Ligát, abszolút fantasztikus volt. A szezon elején Madridba költözött, és a spanyol fővárosban már is az egyik legfontosabb játékossá nőtte ki magát. Diego Simeone irányításával Gameiro állandó kezdő lett az Atletico-ban. Energikussága és lendülete tökéletesen illik Simeone filozófiájához. Ő csodálatos dolgokat vitt véghez a klubnál. Nagyon magas szintre emelte a csapatot. Már csak a BL győzelem hiányzik. Megnyerte a spanyol bajnokságot, komoly sikereket ért el, de van még egy akadály, amit le kell küzdenie. Gameiro érkezése egybeesett azzal, hogy Simeone csapata egyre támadóbb felfogásban kezdett játszani. Az Atletico 4-2-re vezet a Leverkusen ellen a visszavágó előtt, a legjobb 16 között. Gameiro és honfitársa Antoine Griezmann több mint 30 gólt szerzett az idei szezonban. Az Atleti szeretne 4 éven belül harmadszor is bejutni a bajnokok ligája döntőjébe. A szezon eleje óta összejátszunk. Mindig keressük a másikat. Segítünk egymásnak, hogy minél több gólt szerezzünk. Akár ő, akár más. Boldog vagyok, egyszerűen csak szeretnénk jól érezni magunkat. És ez eddig sikerült is. Még állunk a BL-ben, és eddig nagyon jól ment ebben a szezonban. Még hátra van 3 hónap az idényből, bármi lehetséges. A legjobbunkat fogjuk nyújtani a bajnokok ligájában. En la vida, pues... A családom óriási inspirációt jelentett számomra egész életemben. Nagy segítségem volt abban, hogy valóra váltsam az álmaimat. Nekem is voltak példaképeim. A brazil Ronaldo volt talán kora legjobb labdarúgója. Aztán ott volt Diego Maradona, aki szintén nagy hatással volt rám. Rengeteg videót néztem meg róla vele.
A rekordjavítások lehetősége engem ez hajt. Ezért vagyok olyan kemény magammal szemben. És ezért próbálom kihozni magamból a maximumot. A nevem Radamel Falcao, és ez az én utazásom. A fenomenális tehetség, aki 13 éves korában mutatkozott be a profik közt Kolumbiában, a világ egyik legjobban csodált támadója lett. A River Plate-nél töltött 8 év után Falcao 23 évesen Európába költözött, mégpedig a portugál óriás Portóhoz. Aztán a 2009-10-es szezonban hihetetlen gólvágóként mutatkozott be a klubfutball legnagyobb színpadán. Ez volt az első alkalom, hogy kezdő voltam BL meccsen. Az Estádio da Dragão-ban játszottunk. Emlékszem, hogy az Atlético Madrid kapusa Roberto megsérült, és David de Gea állt be a helyette, akinek ez volt a debütáló mérkőzése. Az egyetlen opcióm a visszasarkazás volt, és ezt meg is csináltam, amikor elment mellettem a labda. Mindig ugratom őt a gól miatt. Én voltam az első, aki betalált neki felnőtt pályafutása során. Falcao 17 gólt lőtt a nemzetközi kupaporondon, amikor a Porto 2011-ben bejutott az Európa Liga döntőjébe. A Braga ellen játszottak. Ő lőtte a meccs egyetlen gólját, és a Porto másodszor is megnyerte az Európa Ligát. Az volt Falcao utolsó meccse a Porto színeiben. A döntők mindig elképesztően különlegesek, úgyhogy egy ilyen meccsen az egyetlen gólt szerezni, amellyel a csapatot megnyeri a finálét, óriási boldogsággal töltött el. Madridban Falcao újra együtt dolgozhatott Diego Simeonéval, aki korábban a River Plate-nél volt a mestere. Az Atleticónál Falcao tovább gyártotta a gólokat. Az első szezonjában 36 gólt szerzett, ezekből kettőt a 2012-es Európa Liga döntőben, amikor az Atletico 3-0-ra legyőzte az Athletic Bilbao-t. Majd következett az emlékezetes mesterhármas a Chelsea elleni szuperkupa döntőben Monakóban. Teljesen lefociztuk őket. A meccs előtt komoly feladatnak tűnt, mert előtte nem sokkal nyerték meg a bajnokok ligáját. Ám ez a futball, ilyen dolgok megtörténhetnek. Az volt az egyik legboldogabb és legörömtelibb éjszaka a klub történetében. Ez az utolsó európai trófea, amelyet az Atlético megnyert. Felejthetetlen este volt. 2013-ban Falcao Madridból Monakóba költözött, ám baltérdében súlyos szalagsérülés szenvedett, és 6 hónapra kidőlt a sorból. Miután kölcsönadták a Chelsea-hez és a Manchester United-hez, az idei szezon elején visszatért a hercegségbe. A legutóbbi sérülésem és az operációm után nagyon keményen dolgoztam a visszatérésemen. Néha azért elcsüggettem, mert a javulás nem volt azonnali, és nem akkor jött, amikor én akartam. Ma már azonban szép fokozatosan minden visszakerült a normál kerékvágásba. Ez csak a második idénye a Bajnokok Ligájában, és Falcao góljai hozzásegítették a csapatot ahhoz, hogy bejusson a legjobb 16 közé. Az idei szezonban az első 30 meccsén 24 gólt szerzett. Most az a feladat, hogy a Monaco 3-5-ről megfordítsa a Manchester City elleni párharcot, és 3 szezonon belül másodszor is bejusson a negyed döntőbe. A Monaco a leggólerősebb csapat a sorozatban, nem kis részben köszönhetően kolumbiai sztárjának, a másodvirágzását élő Radamel Falcaónak. Nagy megtiszteltetése a klub csapatkapitányának lenni. Különlegesen megtisztelőnek érzem, hogy ezeknek a fiatal tehetségeknek lehetek a kapitánya, akik szerintem a közeljövőben világklasszis labdarúgóvá érnek. Mert hihetetlenül tehetségesek, remek mentalitásuk van. Megpróbálom minden tapasztalatomat, tudásomat átadni nekik. A klub maximálisan hisz bennem.
Az edzői stáb és a csapat tett róla, hogy nagyon fontosnak érezzem magam. A magabiztosság és a folyamatosság elengedhetetlen. Egy futballista soha nem felejt el focizni, és én meg vagyok róla győződve, hogy csak folyamatos játékra volt szükségem. Senki sem felejti el, hogy tudok gólokat szerezni. Kedden a Juventus Porto, szerdán az Atletico Madrid Leverkusen mérkőzést közvetítjük élőben a Sport 1-en. Jövő héten velünk lesz az Atletico Madrid belga csatára Yannick Carrasco. Viszontlátásra! A műsort támogatta a Heineken és az UniCredit, az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos szponzorai.